Most sziasztok, kedves nézők! Az újabb rész, Guzdi Privát Melóiból. Amint jól látjátok, ez egy, a játék szerint egy Maluk nevezetű autó. Én ezt úgy gondolom, hogy nevezzük nevén a dolgokat. Ő nem más, mint egy Polski Fiat 126P. Népszerű nevén Kis Polski. Ezt fogjuk a mai napon felújítani, és kicsit meg is tuningoljuk. Úgyhogy ebben a részben ez lesz benne. Ugye ennek létezik egy drag változata, nem, ez nem drag, ez normál Kis Polski lesz. Ugye itt azért másabb az egész, mert itt az alkatrészeket a Maluk alkatrészboltból kell majd vásárolnom, és a tuningboltból, a kettőből együtt közösen, és akkor innentől kezdve az autó fel lesz újítva is. Kíváncsi leszek, hogy mennyit tud ez. Ilyen 23-26 lóerő környékén szokott lenni az átlagos kis autó, úgyhogy most kíváncsi leszek, hogy nem tudom, hogy ez beindul-e. Be tudjuk-e vinni a mérőpadra, nem sikerült mint a motort. Nézzük már, hogy mi a problematikája. Jó. Azon gondolkodok, hogy... Nézzük meg a tuning boltot, hogy van-e légszűrő. Kis Polskihoz. Nem lész, hanem lég szűrő. Aha, Maluké nincsen, tehát akkor, hogyha simát veszek, akkor jó, akkor vegyük már ezt innen. És egy kicsit érdekes lesz, most azért csinálom ezt az egészet, mert kíváncsi vagyok, hogy mi a helyzet ebben a dologban. Meg fogjuk beindítani az autót, jó? Azért, hogy itt van ez, itt az elosztó, ja és itt vannak a gyertyák. Jó, kivesszük azért, hogy hogy az autót el tudjuk indítani, jó? Na akkor azt mondja, gyerünk már ide az jó kis javítópadomhoz, és akkor ezeket javítsuk már meg. Jó, ezt majd veszünk egy másikat, le van tolva. Jó, oké, és na akkor most gyerünk ide, és 100%-os Maluk karburátor. Kíváncsiságképpen mennyit tudunk egy kis polszkin erősíteni. Jó, oké, és vannak olyan gyertyáink, amik Maluk gyertyából nincsen, csak sima. Lehet, hogy akkor nem is lehet venni hozzá tuning gyertyát, ha meglátjuk, hogy Maluk alkatrész volt, ugye itt vegyünk kettő gyertyát hozzá, igen, jó. Ez egy ilyen kicsit kísérletezős rész lesz, mert ugye ez egy különleges DLC, a Maluk, és akkor azt mondja, hogy gyertyakábel, Maluk, az van egyébként. Jó, megpróbáljuk a gyárival beindítani, hogy ne a tuninggal indítsuk el. Azt mondja, hogy Maluk alkatrész volt, légszűrő, az viszont nincsen, ugye? Azt veszünk egyet, meg is azt fogom beletenni. Igen. Jó. Rögzítő fül, azt úgyis vennünk kell majd. Veszünk kettő ilyesmit, igaz? Jó. Jó. Dobjuk
hogy meg kell rosszokat, mert sok rossz nem lesz meg most. Ez meg ez. Jó, 33%-os. Nem tudom, hogy azzal elindul-e. Jó. Úgy tudja. Ja, a trafó véget nem akar elindulni. Ez sincsen. Trafó, maluk. Trafó, gyújtó trafó. Az se, az is csak a... Nézzük már meg a tunnunk balban. Gyújtó trafó B. Úgyhogy akkor próbáljuk egy malukét venni. Hol vagy? Jó. Most nézzük, hogy így beindul a motor. Most elvileg... Még mindig nem sikerült minden autót. Ezt a kábelt vegyünk, egy ilyet. Jó, vegyünk egy ilyet a kábelt, malukot. Isten várja meg. Nézzük már meg ezt a azért, postaligát. Aha, jó. Kettő. Jó, ez biztos, hogy vennünk kell, jó, az, ezek mindegy, ez akármikor is jó, ez még nekem, ha még egy malukot akarom felültetni, úgyhogy megveszünk ezt, nyitás elosztósat, és ezt rakjuk össze, és akkor meglátjuk, hogy sikerül-e elindítani. Jó. Nem sikerült elindítani a motor, de miért nem? Hát már könyörgök, hogy mi a fene. Önindító ilyen rossz állapotból lenne. Jó, azt mondja, hogy tegyük már föl a jobb emelőre. Akkumulátor. Gyerekek, akkumulátor. Persze, így nem is fog elindulni a motor, 26%-os aksió. Nem... Akkor se. Miért? Na, ez most ki? És kicsit akkor bogozzuk ezt a izét a dolgot, hogy... Ugye beszeretnénk vinni egy autót oda, és nem engedi. Nem, egyszerűen nem engedi. Ú, az önmint az borzalmas állapot. Na gyerünk, vigyük oda. Ez nem valóságban is adó szere. Oh, ezért nem. Már javíthatatlan az üdítója maluknak. Fantasztikus. Jó. Elvileg aksi jó, önüdítő jó, kábelek jó, gyertyák jó, légszűrű, porlasztó. Indulni kéne a motornak. Átengedte. Jó, ez volt a baj. Na, lássuk. Ú, de borzalmas hangja van neki. Tesztvezetés. 23 lóerőt tudunk. Én jól emlékeztem rá. Jó, és akkor nézzük meg, hogy... Azt hiszem, hogy 26 lóerő, amit tudunk hozni maximum belőle. Optimalizáljuk az arányt. Horsepower. Jó.
ezt feljegyzem, most ez egy kicsit ilyen jópofáskodós rész lesz, jó? Ha megengeditek nekem ezt a dolgot, próbáljuk ezt így játszani. És akkor azt mondja, hogy kijelzettük, hogy 27 lóerő. Igen, jó. És akkor vigyük már ki a pályára, hogy mit megy. Jó? Igen, kivisztük a pályára, egy ajtó nélkül minden estől kivisztük a pályára. Az autót megpróbáljuk, mit bírunk belőle kihozni gyorsulás szempontjából. És megnézzük azt is, hogy mit tudunk kihozni majd az autóból, mikor készen vagyunk feltuningolva. Én szerintem olyan 35-38 lóerőre tippelek, hogy kb. Annyit tudunk kihozni az autóból, majd kiderül. Most az egy ilyen kicsit költségesebb lesz, mert szerintem nem tudom, hogy mi fog engedni majd föltenni rá tuningalkat részeket. Tehát, na. Ó, gyerekek! Ez nagyon durva! Ilyet még nem csináltam! Ez nagyon állat! Tegyünk már 88-an, gyerekek! Nyomom neki rendületlenül, nagyon nyomom. Még nem tudtuk fölkapcsolni a negyedikbe. Gyerekek, 26 egész, ezt leírom. Jó, ezt leírom, ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Ezt kell mondjam, nagyon-nagyon durva. Azt mondja, hogy 26,00. 26,663 és 0049,117. Jó, ez az 1 negyed mérföld és ez 1 kilométer. Jó, oké. Jó. 0-ról 100-ra 42 szekundumos gyorsulás volt. Ez nagyon durva volt. Ez nagyon durva volt, gyerekek, ez lássátok be, ez nagyon durva volt. Ez finomságos, ez szerintem jó pofa lesz ez a rész, ez tetszik már előre. Hisz akkor még visszamegy a kocsi a műhelybe. És ez nagyon-nagyon jó pofa. Tetszik. Hogy vánszorgott szegénykém, hát persze mit látsz, 21 néhány lóerő. A kis poszki tényleg ilyen kis olyan autó volt. Mindig is, tehát ilyen kis manó autó. Két fiatalnak kiváló, elmentek fel A-ból B-be, hátrapakolták a csomókat és stb. Na, jó, akkor kezdjük a vissza jobb emelőre, heggesszük ki az autót és stb. És stb. 500 dollárért fogja kiheggeszteni. Jó. Jó, ajtót nem kell levenni, mert nincs. Jó, szerintem levettünk mindent, amit tudtunk. Próbáljuk meg megjavítani. Kiváló! Szinte mindent meg tudott jelteni, Buszti. Na, azért egy egész szép kis frankó kis polszkink lett. Aha, balásos elügyöz, nem? Nem baj. Itt az a pláne, hogy ugye gyakorlatilag ebből nem tudsz venni a normál alkatrészboltba semmit. Itt az a karosszéri alkatrészek is a maluk alkatrészboltban vannak, itt ilyen nincs ilyen. Jó, ugye majd megyünk és akkor vásárolunk hozzá. Motorászfedelet nem veszek egyelőre, ugye az sincs. De azért nem veszek, mert úgyis nem akarom feltenni, mert bontjuk az autó széljel, jó? Nincs beszerelőt alkatrész, jó? De végig is akkor amiket tudtunk feltettünk, és akkor ennyi. És akkor kezdjük el szépen javítani a dolgot, jó? Kis zöld, majd valami vidám szint adunk neki, narancssárga vagy citromsárga, ilyesmi. Na,
Ez ilyen komoly, rettentő bonyolult szerkezetem. Jó. Rettentő bonyolultságú, veszek ezt a főfékhengert is innen. Jó. Teleszkópot is. Jó, ezt a gumiütközőt is leveszik innen. Ja, igen, azt mondja, hogy akkor hogy is kell ezt tudjuk bontani. Jó, oké, és... így, és ez jön lefelé róla. Nagyon könnyen szerelhető egyébként a kis polszki. Igen, jó, másik oldal. Én nem maluknak fogom hívni a kis polszkinek, mert nekem ez kis polszki marad mindig is. Jó? De ez ne bántson vagy sértsen senkit, nem tudom miért nem kis polszkinek hívták. A játék van, de ez legyen az ő problémájuk, nekem ez kis polszki. Jó. Oké, és teleszkóp. Ilyen csálé jönnek le a csavarok. Nagyon állat. Na miért nem engedi a kormányművet még? Jó, mert ezeket ki kéne szállni. Jól van. És most már engedi. Ja, igen, meg itt ezt perszed. Ja, végei. Aha, jó, oké, elnézést kívánok. Egyébként magában a játékban, hogyha pénzt akarsz keresni, akkor kis poszt nagyon vegyél felújításra, mert nem fogod magad betegre keresni vele. Ezt most megsúgom mindenkinek. Tényleg nagyon keveset fizet a felújított kis polszkikért a játék, de nem baj, mert a vidámság pótol helyébe. Ezt majd csak föntről lehet kivenni. Na, gyerünk ide, és próbáljunk javítani. Hoppá, egy felni elficcent, egy rúgó is elficcent, kormánymű is. Na mindegy, jó, oké, és na, akkor kezdjük el újból összeépíteni. És ugye itt egyszerű dolgunk van, bemegyünk a Maluk Alcatraz boltba, minden itt van nekünk, és akkor kezdjük a dolgokat. Ugye első tengelycsónk, ez az nagyon szuper, fék munkahengert sikerült felújítani, fék pofákat nem. Na, akkor nézzük csak, azt mondja, hogy van ilyen kis gumipersely, ebből majd venni kell, és gumipersének hívja csak egy ilyet. Jó, oké, és venni kell neki egy első lengés csillapítót, és kettőt, igen, két első lengés csillapítót. Ezt is venni kell mindenféleképpen, fékpofát venni kell kettőt ide, meg kettő pár a hátra is megvesszük. Így van, gyújtógyertyeket is mit már vettünk. Jó, azt mondja, hogy ez biztos, hogy ezt kettő, ezt venni kell. Kormánybű tönkre nem. Igen, jó. Rúgóz hátra kell. Ez a pumpa. Na jó. Akkor lássuk. Kormánybű így van. Tudtunk venni egy ilyet. Ha a belső kormányot nem vettünk, az fönt lesz. Jó. Jó. Na, ez itt már akkor megvan. Jó. Vettünk ide gumipersejt. Nagyon szuper. Felső felfüggesztés kart föltesszük. Igen. Jó. Oké. És első lengőkart tengelyt is vásárolnunk kell.
Első lengőkar tengelyből egyet kettő, mindjárt a hatás kerüljet kettő. Igen. Igen. És... kis gumipersé, igen, ez tudom, hogy van kicsi gumipersé, és jól emlékeztem, hogy csak sima, hanem van kicsi gumipersé. Egy, kettő, három, négy kell belőle. Jó. Egy. Kettő. Jó, ezt ide feltesszük, teljesen jó. Ezt sikerült megjavítani? Ó, tökéletes, ezt fel is nekünk akkor. Na már legalább a fék rendben lesz, így. Fék pofát vettünk. Első kerékkagy. Igen, és akkor azt mondja, már itt vagyunk, akkor van neki egy olyan, hogy a csapágyat kerékhajtását így nem fogalmam sincs, hogy miért. Mindegy, és első kerékagyat is nézzünk akkor már egyúttal. Első kerékagyat is, első kerékagyat, jó, ha már itt vagyunk, akkor nézzünk. Kerékagy hajtását, jó, ez népszerűbb nevén csapágy, fékdob, maluk első. Nagyon jó. És akkor itt van az a sapka, van egy százas modellünk. És van egy százas felnünk is, nagyon szuper. Na, egyik oldalt kész lennénk, elvileg, de nem vagyunk kész, mert a másik oldalt is majd meg kell csináljuk. Jó. Első tengelycsonkváz. Első tengelycsonkváz itt van. Kezdjük akkor innen az összerakást. Jó, oké, és ezt tegyük föl rá. Ha most már engedi a lapogót is, tegyük föl ide a gumipersejt, tegyük föl ezt. Jó. Tegyük föl a kis gumipersejeket. Nagyon szuper. Ó, de szuper lesz, ez kis poloska. A kis polos. A kis polos. Kis polák, kis polák. Mindenki kis polákja. A polszkika. Laprugó vennünk kell, tudtam, hogy vennünk kell. De azért nem vettem meg, hogy most ezt megtehessük. Jó, oké, és akkor... na. Jó, első rugóütközőt, azt is venni kell, mert kéne venni. Ebetűnő keressük. Jó. Kés. Fék dob. Landon volt még, akkor nekem fék dobom van, mi felújításból. Na mindegy. És akkor sapkát azt venni kell. Ugye az S betűnél találjuk meg a sapka. Csak egyszerűen sapkának hívja. Sapka. Igen. Ennyi. Ugye nem teszünk semmit, mert nincsen felnénk. Na. Az első futómű gyakorlatilag rendben lett téve. Vegyük már le ezt a két felnit innen hátulról. Próbáljuk megcsinálni, hogy legalább egy felnit, remélem, hogy jó lesz belőle. És akkor, ha nem törik össze legalább mind a kettő, akkor előre fölkezem, és utána folytatjuk a hátuljával. Jó, oké, és na. Mind a kettőt meg tudta csinálni, ugye egy felnénk bukás van csak. Jó, na, tökéletes.
És akkor kezdjük el szétszedni ezt a hátsó traktust is kis polszkinak. Itt ugye a kerék, hogy nem úgy jön le, mint elő, hanem hogy fogod, itt leveszed a féltengelyt, kiveszed. Így. Aztán ezt kiveszed, ezt a féltengely összekötőt, és ki is jön a kerék, hogy jó, az ilyen egyszerű a hátsó rész. Ilyen egyszerű. Viszont a, ugye, mondjuk itt ezt a dolgot le. Itt nem egyszerű, mert kettő dolog van fent neki. És úgy szedett széjjel ezt. Nagyon jó. Úgy persze, itt még kiszeded. És akkor ezt leveszed ezt a dolgot róla, és utána lebírod szedni az egész mindenséget. Így ez az kész, meg van a másik oldal is jöhet. Ja igen, és én is behibázott, tehát féltengely. Jó, ez jön le, ez jön le. Igen. Csak itt van az, hogy ugye van rajta egy... felfüggesztés szilentet szeded le először, és azt a rögzítőt, a szilent rögzítőt kell máshogy elvenni. Úgy jön az egész szét. Nagyon jó. Levesszük a távtartó konzolt. Üzemanyag tankot is eltakarítjuk. Új perselyt is kivesszük innen. Ez az nagyon jó. Mi az, ami még fog? Így. És eltüntettük a komplet futóművét. Jó, bontsuk tovább a kis aranyost. Ugye fogjuk, bontjuk a hőindítóját. Jó. Ja igen, a váltó, ezt levegőt sem, ezt nem lehet fönnkül. Az a lényeg, hogy amíg ezt nem veszed leindul, ezt az összekötő bluetoothot, hogy mindent levegni a váltót. Itt ez ennyivel másabb, mint a többi autó, jó? Most már jön a váltó lefelé. Ez ilyen all-in-one kis autó, minden az egyben. Főtengely hajtás átvívő hátsó, az megint egy ilyen, nem is egy csapágy, hát főtengely csapágy meg egy szimmering együtt, igazából azt kell mondjam. Jó. Elrohanunk a leeresztőért. Hol is van a? Itt van az aláeresztő csavarja. Hát ennek elég rusni egy olaja volt neki, igen. Sajnos. Levesszük az olajteknőjét. Itt nem úgy néz ki, hogy a többi motor, látjátok, te nem tudod levenni a csepát csészeket, meg ilyesmiket. Ez nem gond, mert másfajta ennyi. Ettől szép a játék, hogy nem olyan egyhangú, mert ha egyhangú lenne, akkor az nem is tetszene én nekem. Jó, kezdjük el, hogy leengedjük a motort és az autót. Közben arrébb megyünk, hogy ne halljuk ezt a rettentő hangját. És akkor kezdjük el. A motortérben vagyok, köszönöm. Hát valószínű, ami malukos, az, és ne, azt nem fogjuk tudni cserélni a
ez az olajszűrőnek, ilyen centrifugális olajszűrő van neki. Venne a flánckereket, igen. Jó. Főtengely. A kisfogas kerék le, és a kúria hajtását üljön. Igen. Vezérműtengely, magukra nem tudjuk meg kivenni. Na, ki tudjuk venni viszont ezt innen, ezt a részt. Üzemanyag pumpáját kivérjük venni neki. Nagyon jó. Szedjük szét a karbicseket is, ahogy az előbb. Ugye előbb már sikerült szétszedni, felújítani. Az nem kell hozzányúlni, levesszük ezt a szerep deklitróval, így van. Vegyük le ezt is, nagyon jó. Ezt itt hagyom, én nem veszem ezt le, jó? De ez nem kell, hogy levegyük. Ja, igen, és akkor adjuk le ezt teljességgel, igen. Jó. Jó, oké, és ezeket a burkolatokat mind le lehet szedni róla. Levettük a himbákat. Jó, levettük ezt a izét, és kipufogó rögzítő csonki egyébként. Engerfejet nem tudjuk levenni. Jó. Kocsi alól. Ideig levegőt csinálni, jó, akkor azt kezdjük még tovább, igen. Leszedjük. Olyan sűrű, hogy nem javítok kis polszkit, és... Ez is jöhet lefelé, ezt mindössze csak kettő csavar tartja. Igen, most ki fog jönni a hideg levegőcső. Most fog kijönni a gyertya. És most tudom levenni a hengerfejet róla. Bugattyút kiveszem, bugattyút kiveszem, hengert leveszem, olajcső, mert ki kell venni, szerep emelő rudokat ki kell venni, és utána tudjuk a burkolatokat levenni, meg az eléggé hülyeség, mert szerintem előtte már ki lehet leszedni. Na igen, vezérműtengely kiugrik belőle, ez az. Jó. Fölemeljük. Ezt kivesszük innen, tökéletes. És már motor sincs benne, jó, nagyon jó. Gyakorlatilag 33 percre tart a videó, úgyhogy nagyon jó állunk időben. Hoppá, próbálom szép nyugodtan csinálni ezt a kattogást, hogy ne legyen zavaró. Hát a henger az elröppent. Az egyik. Elég rossz állapot volt szegény King. Hát azért elég sok videót tud csinálni. Én az a mondó vagyok, hogy ugye van itt egy maluk alkalmazó, van egy tuning. És akkor írjuk be azt, hogy maluk. Maluk. Na, mindösszesen ennyit tudunk vásárolni hozzá, karburátort tudunk venni hozzá. De úgy felújítottuk, tudunk venni hozzá egy hengerfejet, tudunk venni hozzá egy gyertyakábel, és egy kipufogó dobot. Igaz? Mást? Nem hiszem, hogy engedne. Minden. Nézzük azért meg, hogy hát, ha észreveszünk valamit. T-Series, Stradar. Mert ezt is ugye egy újtesegasztó rotor, de ez nem engedné beletenni.
hogy trofó B nem engedni veletenni. Tehát ez a kis kiegészítőknek az a mindene, hogy nem nagyon engedne többet, mint amit kéne. Jó, mindegy, hát meg lesz tuningolva, már amennyire egy ilyen kis pöffentőt meg lehet tuningolni. Motorblokk, mindjárt vásárolunk egy motorblokkot. Az alkatrészboltban, mondom. Tehát motorblokkot vásárolunk, 500 dollárért vásárolunk alkatrészboltban. Blokkot hozzá. Rablásnak gondolom ezt a dolgot, de mindegy. Hengert is vásárolnunk kell hozzá. Így van. Hiszem, hogy a pubát sikerült megvédeni, nagyon örök neki. Tényleg vezérmű tengely nincs a tuning boltba. Vezérmű tengely. Vezérmű tengely. Hát maluké nincs, hát akkor az marad a jól feljavított cuccos főtengelyt a kocsi alól hozzáfér. Jó, akkor tegyük be onnan. Miért? Nem száll, nem száll be. Huszti mindjárt leül, mindjárt leülne. Jó, okés. Főtengely maluk. Jó, okés. Viszont ezt meg, ha már folytatok, akkor föltesszük. Bizonyabb tartály, ezt is föltesszük. Nagyon jó. Tök jó. Egyébként érdekes, hogy a maluknak a többi autónak az üzemanyag tartálya nem javítható, viszont a maluké igen. Ezt úgy nem értem, de mindegy. Azt mondja, hogy nem ide akartam. Egy. Ne. Szelephajtó, de ez hülyén van, ugye a dugattyút nem fordította jól le. Ugye... ez a jót nevettem, ugye a dugattyúról beszéltem, ez dugattyú. Jó? Tehát nem szelephajtókkal lesz dugattyú. Okés? Na. Első hajtás, ez a főtengely csapágy, meg a szivering. Első. Lesz. Aha, igen, ezt ide tesszük, jó. Jó, kis fogaskerék, ez biztos, hogy kellene, hogy fog kis vezérműkerék. Tuti azt mondja, hogy... kis vezérműkerék. Igen. Nincs nagy vezérműkerék. Igen, ezt tudja, hogy ezek kelleni fognak. Így van. Vezérműkerék, mert azt is össze törted. Sevit fotlom pontosan, nem törte össze, mert nem is előttük azt szerintem, hogy tudja fel. Nem tudom már, mit tart össze gúzni, amit nem. Hát ezt is venni kell, főtengely szétártsát. Ezt azért nem tudom, tehát kicsik az alkatrésznek a mennyisége, nem tudsz túl sokat ilyen rajta mahinálni. Centrifugális ölőszűrő, ezt meg szoktuk tudni előtenni, és most lesz semmit megüldeni. Nem értem, hogy miért. De mindegy. Sok minden nem értek, de hát ez van. Jó. Akkor egy útesem azt ugye ott van, hogy az volt egy jó. Jó. Szelepemelő rút burkolat, szelepemelő rút burkolat, szelepemelő rút burkolat, olajcső burkolat. És szelepemelő rút burkolatnak kéne azt, hogy mindegy, akkor olajcső, az van egy halom, mert azt annak ide összekevertem a szelepemelő rúddal. Tehát akkor szelepemelő, menjünk lefelé. Ugye itt ezzel összekevertem, először elrakadtam,
Ugye 1, 2, 3 és 4 veszem, meg 1 ilyet fogunk venni, és akkor meg lesz mindenünk. Jó. És akkor van egy jó hengerfejünk, de ugye felteszünk ezt a komoly tuning hengerfejet, tuningot, vagy tuning hengerfejet tesszük fel rá. Ilyen van a. Szelep himbek. Szelep fedélel venni kell egy szelep fedelet. Aha, így ez az nagyon jó. Megvásároltuk, komoly pénzösszegért, jó. Karburátor ugye, az is mikor felhújtva, akkor kapunk egy újat helyette, de nem baj. Karburátor könnyök, ez felkerült, nagyon jó, oké, és kipufogó leömlő, komoly ilyen kipufogó leömlő vannak egyébként. Azt mondja, hogy T, kipufogó leömlő. KL. Veszünk ide egy másikat. Jó, kipufogó dob opcionális, kipufogó krómos, kipufogó. Valaki benéz a motortérbe, meglátja és el fog ájulni, gyerekek. Krómos kipufogóval szerelt kis polszki és műhelyek. Na, jó, oké, és tegyük be a gyertyák. Újtó gyertya maluk. Én annyit csinálok, hogy a tuning boltból veszek egy gyertyát. Kíváncsi vagyok, hogy megengedi-e berakni. Nem. Jó. Tehát ezt sem fogja megengedni berakni. Semmi van, nincs. Ütó kábelünk viszont van egy ilyen piros. Wow! Hát ez, gyertya nem kell tuning, de ez kell. Tehát azért ez így, ezt vágjátok. Tehát hideg cső, oké, és ventilátor burkolat. Ez kell, tehát csicsa-micsa az kell. Hát itt látszik, amikor nem egy ilyen óriási. Ugye ez a Armstrongos, hogy kis lépés az egy embernek, nagy lépés az emberiségnek. Itt is, hogy ezt érzem, ezt kell mondjam. Generátor az nem, de felső, ez hát jó, akkor vásárolj még, Tomi. Na, más az Gusti, vásárolj még Gusti, na azt mondja, hogy generátor kéne nekünk, egy generátor. Azt mondja, hogy ez kell nekünk, igen, meg egy generátor is kell majd. Hol vagy? Hol vagy? Generátor, FG. Itt a generátor, megvan. Jó. Ezt akkor tegyük föl. Hát a tuning az ennyi lesz a tuning összesen. Nagyon jó. Ez az nagyon jó. Feltesszük ezt is. Jó. Ó, mennyi helyen fogadja ezt föl. Termosztát burkolat. Komoly termosztát, a levegőszűr őzően légkütésen parolok ki. Mégis jól, ezt nem nyitja zárja, hogy melyik levegő jön be. XI. XI. Mert ugye malukos az XI is, ezt is innen veszünk az alkatrész boltból. Nagyon jó. Üzemanyag szűrőt azt ugye valahol lent találjuk. Nem engedne másfajtát, mert malukos ez is. Na, én úgy látom, hogy a motor az nagyjából ritmustára azért rendben van. Mármint a felső taktusa, úgyhogy gyerünk a kocsin alá. Próbáljuk a motort elbe pattintani.
Na, legalább az olajtechnőt azt meg tudta javítani, hogy 100%-os, azt ennek örülök. Kikalapált és helyre pattintotta. Hátsó főtengely az... FGH. Hátsó. Ide jön ez. Ugye azért ezt nem várhatjuk el, hogy meg legyen javítva, mert ez egy ugye szimmering vagy csapágynak mondanám én. És igazából azt hát javítani nem ilyen tudsz rajta már semmi. Lemkedik maluk, megint csak nem tudsz rajta javítani. És a kuplungtárcsos malukos, így azt sem tudunk tuningosat vásárolni. Úgyhogy ezt az autó tuningolás szempontjából sokkal kevésbé tudjuk feltuningolni. A Dragster változat az jól tuningolható. Na viszont van egy gyönyörű váltónk. Hogy sikerült rendbe passzintani. Önnyitom, hogy vásároltunk egy jó minőségűt. Na, és akkor ez itt kész a motorrész. És akkor kezdjük el tárcsa, dobfékes, akár micsoda. Felfüggesztés teljesen jó, kezdjük össze a hátuljáját is adni. Jó, akkor nézzük itt azt mondja, hogy... Nézzük azt, hogy hátsó, keressünk FGH. Rugó kelleni fog, mert az kelleni fog, ezt tudom. És akkor hátsó dolgot keressünk. Egy ilyen kell. Ez is rossz volt, azt láttam. Kis gumipersely, a gumipersejből kell kettő, azt tudom. Mindenféleképpen kell. Ezek el szoktak kopni, ezek el szoktak kopni. Lengéscsik, hátsó lengéscsik, itt van. Itt van. Egy, kettő és egy, kettő. Na lássuk, hogy mit tudunk összehozni így. Na, a tartó konzolból is vettünk volna, mert nem olyan összeszünk a másik oldalon. Jó. Rúgó az kell, és akkor itt mondom, hogy szilent rögzítő. És akkor van még egy szilent, felfüggesztés szilent. Ezt így jegyetek, hogy kettő dolgot fog elvárni, hogy felszereljetek, de nem számít, megoldható azért. Itt lesz a gumipersely, és akkor ezt meg kell, vagy fel kell szerelni. Így nagyon jó. Kerék, hogy az sikerült megcsinálni, féltengely szekötőt nem sikerült, és akkor féltengely. Jó, oké, és fékünk, igen, fékpofákat megvettük, dió, megvettük, fékdob, jól van, kettő van, ami egy sapkát megint meg tud csinálni, és akkor úgy látom, hogy ezzel az egyik oldal teljesen készre tudtuk csinálni, nagyon jó. Na, oké, és tökéletes, szuper. Alles oké, hogy a német mondaná, hogy alles gut. Ez az, nagyon jó. Hátsó, ugye ezt vettük, egy felfüggesztés karpet, nagyon jó. Vegyük a teleszkópot, azt pakoljuk fel, amit megvan, aztán majd rájuk vásárolni. Félteng összekötő. Igen, jó. Jó, félteng ez van. És tartókonzol kell majd. Az ugye lejjebb lesz, tartókonzol. Itt van.
és ne felejtsük el, hogy van itt benne egy gumipersely, mert azért szólna, hogy hello, gumipersely! Nem tetted föl, kedves Guszti. És amit majd venni kell, még az egy sapka lesz, de meg egy felmi, jó? Na, azt mondja, hogy es mint sapka, és maluk felmit kell vásárolnunk. Felni. Jó, sapka. És felni. Na, ó betű. Akkumulátor ócska van benne, lemkerék lukot hiányzik, ugye még jó, hogy alatta vagyunk a kocsinak. Ugye itt ez, amit ugye nem engedte szétszedni. Lemkerű burkolat, ezt ugye fel kell tenni. Ez ennek a kocsinak elengedhetetlen tartozéka. Jó. Jó. Hát szép lett, csak hát ennyit tudtunk tuningolni. Nem ezt akartam, hanem akkumulátorunk, ami már hibázik csak. Ugye egy teljesen jó. Na, oké, és engedjük le az autót. Jó, és akkor töltsük fel olajjal. És akkor vásároljunk hozzá karosszéri elemeket. Ugye kell egy ajtó, kell még egy ajtó, mint motorházfedél. És akkor tegyük föl, megvan, nagyon jó. Lehet, hogy még egy sárvédő is kéne hozzá, ha vártana. Megvan, jó, oké, megvan. Na, jó, elvileg kész a kis manu autónk, kész van. Abroncsokat lehetne cserélni? Ohohoho. Hát szerintem normál gumival se fog elkaparni, nem együtt az abroncsokat róla. Viszont tegyük be középre. Jó. Azt mondja, hogy... kész az autó. Fényezzük le. Én úgy gondoltam, hogy ilyen vidám citromsárga lesz ez, jó? Amikor rózsaszín legyen. Nem tudom. Na minden. Nézzük, hogy ez a kirózsaszínbe. Ilyen nézőből. Brutális lenne, nem? Kis polsz kirózsaszínbe. Legyen sárga, ne bántsuk. Legyen egy nagyon citros sárga, és kicsit gyengébb fényerővel. Jó, oké, autót fényezzük át. 1500-ért átfényezzük. Tényleg volt rajta, ez a kiló... jó láttam akkor. Remélem, hogy azt le fogja fényezni azt a szelemet. Jó. Aha, jó, akkor azt mondja, hogy bal első sárvédő. Jó, lefényezte. Na, hát aranyos kis citromsárga kis polsztink lett. Teljesen jó. Ja. És akkor annyit mondnak így, hogy így az autó ér 7258 dollár. Adat ezek állapotban, akkumulátor kell vele még egy másik, ezt ki kell vegyük. Ugye T betű, és akkor minden, mert ezt ugye innen tudjuk megvásárolni. Így van, összeszerelésre kapcsolunk, és jó, kés. És ugye 8700-at ér az autó, egy új aksival, teljesen jó. És akkor ugye minden 100%-os az autó. Nagyon szuper. Na és akkor most küldjük be a mérőpadra. Ugye ott tartottunk, hogy 27 lóerőnk volt, és próbáljuk meg többet kicsikarni. Szerencsétlen kis Polszkiból.
Hát ez 30-ra sikerül. Jó. Ja, és akkor viszont a karburátorot meg tudunk állítani. Már nyertünk 3 lóerőt. Jó. És nézzük. Hát ez nem lett jobb, ez 30 lóerő optimalizálva is, tehát ez ennyi. Plusz 3 lóerőt sikerült előidéznünk az autóból. Na, itt a kis Polski, ami 27-30 lóerős tuning állapotú, és 8700-at ér. Na, gyerünk ki a pályára, nézzük meg. Gyere ki a hóra, álljunk meg egy szóra. Nézzük, mit tud a kis Polski odakint a nagyvilágban egy igazi gyorsulási dragverseny pályán. Meglátjuk, hogy mi lesz a dolog lényege. Úgyhogy remélem, sokatoknak tetszeni fog az epizód. Nekem kedves, amikor ez a kis autó, az fiatalságomat idézi. És hát a Tom Hanksnek csináltak egy ilyen autót a lengyelek, egy filmnek az apropója kapcsán. Közben iszok még betölt. Az egykori kis Polski gyárban. De vele lendült! Nagyon gyorsul a gép, nagyon gyorsul. Már jobb, mint az előző idő. Menjél, kis Polski, menjél! Meg lesz ez. Uff, mekkorát fékezett szegényként. Na nézzük, hasonlítom az eredményeket. Azt mondja, hogy azért javított, mert a negyed mérföldes idő az 0.26669 volt, és 0.25.08 lett. Tehát azért számított ez a három lóerő, igenis számított. És az 1000 méter, az 1 km megtétel az 46.882 a mostani, és 49, 3 szekundummal hamarabb értünk oda. Nagyon szuper volt a kisgép. Na, vissza a műhelybe. Hát ez kicsit mulatságos idője a nagyon erős autók után, de egyébként ez benne a jó, hogy a pici autóról is lehet, el lehet tölteni az időt, el lehet szórakozni, sok pénzt nem lehet keresni vele, de minek mindig a hajtás. Tehát igazából elbohockodtunk vele, jó esett ez a kis polszkizás, meg minden ilyesmi. Remélem, nektek is tetszik, vagy tetszett ez az epizód, amit most így előidéztünk ezzel a kis poszkival. Úgyhogy mindjárt betölt a játék. Na, fényképezőgép, ugye is. És na, ezzel a képpel búcsúznék, ha el nem adnám a kis Polszkit, de eladom még, hogy lássátok, hogy eladjuk a kis Polszkit. Úgyhogy eladjuk. Van kis Polszki a garázsban egyébként, ugye Isten veled maguk, 8788 dollárral fogod gazdagítani a költségvetésünket. Jelenleg 384.470 dollárunk van. Nos, nagyon szépen köszönöm mindannyiatoknak, aki megnézte ezt az epizódot. Ha tetszett, akkor egy lájkot légy, nyomjatok rá. Továbbra is várom a pozitív vagy negatív értékeléseket olyan értelemben, hogy
kommenteket, nem értékes kommenteket, a pozitív értékeseket várom, mert én végig is úgy gondolom, hogy szerintem ezek jók az epizódok, de hát mindenki másképp dönti el. Aki esetleg nem, nincs még felkozott a csatornán, és szeretne hasonlókat látni, azt szívesen látjuk, kattintson a kis harang, a feliratkozásra, és a harangikon ne felejts el, a Facebook oldalra is iratkozzon fel, ezt nem tette még meg, és mind a kettő helyen értesültök. A streamekről mind a két helyen értesültök, ugye a videókról csak a YouTube értesít, azt nem szoktam kitenni, mert általában ütemezve van kitéve a videó, ugye azt arra YouTube értesít benneteket. Remélem jól szórakoztatok, én igazából jól szórakoztam ezzel a kis autóval. Várlak vissza ezeket legközelebb is, én Tiesler voltam, ennyi volt a kis Polszki, vagy maguk felújítás, kinek hogy tetszik. Várlak legközelebb is benneteket, sziasztok!